Régóta az egyik legvitatottabb kérdés a játékosok és a PC építők körében, hogy vajon képes egy korábbi generációs processzor kihajtani a legújabb videokártyákat. Sokszor hallani azt a véleményt, hogy az Intel régebbi 12000-es széria már kevés egy olyan kártyához, mint az Nvidia RTX 4090. De mi az igazság? Nézzük meg közelebbről. Az Intel i9-12900K a maga 16 magjával és 24 szálával a megjelenésekor igazi erőműnek számított, és még ma is az egyik legerősebb gamer processzor. Bár azóta kijöttek újabb generációk, a teljesítménye korántsem elavult. A legtöbb játékban ma is képes magas órajelekkel és erős egy szálas teljesítménnyel kiszolgálni a videokártyát. És itt jön a képbe az RTX 4090, amely jelenleg is az egyik legerősebb grafikus kártya a világon. Sokan gondolják, hogy ha egy régebbi processzor mellé tesszük, akkor a kártya képességeinek jó része elveszik, mert a CPU visszafogná a teljesítményt. Ezt hívjuk szűk keresztmetszetnek, vagyis bottlenecknek. De fontos megérteni, hogy a bottleneck mindig felbontás függő. Full HD vagy 2040p esetén valóban előfordulhat, hogy a processzor nem képes kiszolgálni a videokártya minden igényét, főleg ha valaki 200 vagy 300 képkocka per másodperc fölötti teljesítményt szeretne elérni. Ilyenkor a CPU lehet a szűk keresztmetszet. 4K felbontásban azonban teljesen más a helyzet. Ott a grafikus kártya végzi a nehezebb munkát, hiszen több mint 8 millió pixelt kell kiszámolnia minden egyes képkockánál. A CPU szerepe ilyenkor jóval kisebb. Ezért fordul elő az, hogy tesztek szerint egy 12900K és egy új 15. generációs i9 között mindössze néhány százaléknyi különbség mérhető 4K beállítások mellett. Magyarul, játék közben nem érzi meg a felhasználó. Az RTX 4090 tehát nem veszik el egy 12900K processzor mellett. Sőt, nagyon is jól kiegészítik egymást, mert a processzor képes stabilan kiszolgálni a kártyát. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ilyen párosítást választ, akkor biztos lehet benne, hogy hosszú évekig élvezheti a kompromisszummentes teljesítményt. Az extra VRAM mennyiség és a ray tracing képességek így valóban kiaknázhatók, anélkül, hogy a CPU visszafogná az élményt. A tévhit onnan ered, hogy sokan automatikusan úgy gondolják, a legújabb kártyához mindig a legújabb processzor kell. Ez marketing szempontból jól hangzik, de a valóságban nem mindig igaz. A 12900K teljesítménye még ma is elegendő ahhoz, hogy a 4090 minden erejét kiaknázza 4K felbontásban. Természetesen, ha valaki alacsonyabb felbontáson vagy extrém magas képkocka számon szeretne játszani, ott előjöhetnek kisebb különbségek, de ez inkább speciális helyzet. Érdemes hozzátenni, hogy a jövőbeli játékok fejlődése miatt előfordulhat, hogy egy idő után a processzor is nagyobb terhelést kap majd. De jelenleg a 12900K bőven elég a legtöbb esetben. Így aki már rendelkezik ezzel a CPU-val, nyugodtan párosíthatja egy 4090-nel anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy kidobott pénz. Ez az összefüggés jól mutatja, mennyire fontos megérteni a CPU és a GPU közötti munkamegosztást. A processzor elsősorban a játék logikáját, a fizikai számításokat és a rendszer irányítását végzi, míg a GPU felel a képek kiszámításáért. Ha a felbontás magas, akkor a GPU kerül előtérbe, a CPU terhelése pedig arányaiban kisebb. Ezért van az, hogy 4K-ban a processzor limitáló hatása minimális. Szeretnénk tőletek hallani, ti mit gondoltok erről? Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek érdemes-e még ma is 12900K processzort használni egy 4090-es kártya mellé. Ti melyik processzorral párosítanátok ezt a GPU-t, és inkább a nyers teljesítményt hajszoljátok, vagy az ár-érték arányt nézitek? Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a TechPercek csatornára, és osszátok meg a véleményeteket a témáról.